Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Ez itt a Speranza Reménység Televízió keresztutadása. Hogyha az új év előtt vagyunk egy-két nappal, akkor miért ne kezdenénk el minden szerda este egy új tanulmánysorozatot? A Jóisten kegyelméből, úgy, ahogy ebben az évben minden szerda este együtt tanulmányoztunk, a következő évben is, a következő 3 hónapban egy újabb tanulmánysorozattal fogunk foglalkozni. Címe: A zsidókhoz írt levél üzenete az utolsó napokban. Nagyon érdekes ez a cím, hiszen a zsidókhoz írt levéllel már többször foglalkoztunk, de az utolsó napok fényében és eseményeinek fényében talán még nem. És a Jóisten kegyelméből ezt fogjuk megvizsgálni a következő időszakban, hogy milyen különleges jellege, üzenete van a zsidókhoz írt levélnek napjainkra, most, amikor az Úr Jézus Krisztus második eljövetele előtt vagyunk. A mai beszélgetésünknek a címe: A zsidóknak és nekünk írt levél. Az alapige a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 36. versében így szól: Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Szeretettel köszöntöm a stúdióban meghívott vendégeimet, Józsa Zoltán lelkipásztort, Isten hozta keresztutadásában. Üdvözlök mindenkit, nézőket, hallgatókat és társaimat. Szeretettel köszöntöm Filip Lukács István lelkipásztort, köszönöm, hogy eljöttél a mai alkalommal is. Köszönöm szépen én is a meghívást, hasonlóan szeretettel köszöntök mindenkit. Azért izgalmas a mai beszélgetésünk egyrészt, mivel az új év küszöbén állunk. És talán az lenne a legfontosabb kérdés itt a bevezető részben, hogy hogyan is kell készülni egy új évre. Egy lelkipásztor hogyan zár egy új évet, és hogyan készül az új év köszöntésére, fogadására? Bár elsősorban esemény ez a 2 év határa, mégis tartalmi szempontból fontos egy lelkésznek az, hogy levonja a következtetéseket a közelmúltról, és terveket szőjön a következő eszendőre nézve. Ugyanakkor ez, mint esemény, az újévi istentiszteletek alkalmat adnak arra, hogy a gyülekezeteket, a hívő embereket még fokozottabban fordítsuk ige hirdetéseink által arra a jövőre, amit a Biblia ír elő, és arra a jelenre, amit feltételez az erre a jövőre történő felkészülésben. Úgyhogy bőven van szükség és van feladat, hogy lezárjunk egy esztendőt megfelelő módon, és indítsunk el egy újabb esztendőt hit vonatkozásában, egyházi vonatkozásban, ugyanolyan szerencsésen, tartalmasan. Szinte észre sem veszem az időnek múlását, rohanását, annak ellenére, hogy olyan időket élünk, amelyben okunk volna megállni, mégis valahogy hozzászokva a régebbi rohanáshoz, kell ilyen segítség, ilyen kérdés is, és az idő mesterséges határa is, az új év határa, hogy megálljunk és elgondolkozunk elsősorban a múló időről, és arról, hogy kevés van belőle. Reméljük, hogy egyre kevesebb ezen a földön, de azt meg nagyon hasznosan ki kell aknázzuk. Elsősorban visszatekintés az új évre. Támadás, a veszteségekről, a nyereségekről, azokról, akiket elveszítettünk, gondolkozunk, azokról, akiket megnyertünk keresség által, vagy születtek gyerekek közösségünkben. Hálát adunk Istennek, inkább a visszatekintés tehát ez. Az előretekintéssel egy kicsit óvatosabb vagyok. Úgy látom, vagy úgy nézem az időt, mint Péter apostol is mondja, hogy Isten csak egy lépésre világítja meg, mint szövétnek kell a profécia által a lábam alatt levő következő lépést, de előre is tekintek a végpillanatra,
amikor ő Jézus Krisztus, mint hajnalcsillag felkel és visszajön. Tehát két biztos fénypont van, egy a lábunk alatt, amelyre Jézusnak gondja van, a másik pedig a végső, hogy ő visszajön. Köszönöm a gondolatokat. Hát úgy érzem én is, hogy eléggé olyan időket éltünk meg és élünk meg, amely elbizonytalanít talán minden embert, és még a hívőket is még jobban elgondolkodtatja, és arra kell vezessen bennünket ez az élethelyzet, hogy nem az életnek a hossza a lényeg, hanem az életnek a minősége, a tartalma. Nagyon sokan rettegtek ebben az évben, és megvan talán joggal a következő időszakra is annak a félelme, hogy mi lesz, hogyha az életünk megáll, mi lesz, hogyha egy betegség miatt abba kell hagyni az élet mindennapjait. És akkor erre a válasz talán egy egyszerűen hangzik fel, csendül fel, de hogyha meg tudjuk érteni ezt a lényeges dolgot, nem a mennyiség a lényeg, nem a hossza lényeg, hanem a tartalom, a minőség a Jóisten előtt. Hát erre segítsen bennünket meg a Jóisten, főleg lelki pásztorokat, hogy egy minőségi életet tudjunk élni, és Isten nevének dicsőségére a szolgálatunk során. A tanulmánysorozatunknak a címe az utolsó napokban a zsidókhoz írt levél tartalma, tanítása alapján. Mennyire bátorító most így új év estéje előtt két nappal az utolsó napokról beszélgetni, mikor talán új évben inkább arra számítanak a kedves televíziónézők, hogy több reménységről, több olyan dologról beszélnénk, ami ennek az életnek a szépségét mutatja be. Mit jelent az utolsó napokat úgy tekinteni és úgy elemezni, mint egy reményteljes jövőt? A zsidókhoz írott levél tele van reménységgel. A jövőről olyan dicsőséges képet mutat be, amelyet az ember nem tud elképzelni. Szóval próbálkozhatunk itt, hogy így úgy hogyan fessük meg a jövőt, de annál szebben, hogy a zsidókhoz írott levélben ez megjelenik, nem tudnánk. És hadd idézzek ennek megerősítéséül csak egy gondolatot. Azt ígéri Isten, hogy a 8. fejezet 10. versében, hogy miután az idő múlásával megköti az ő szövetségét az ő népével, az ő törvényét a népe elméjébe írja, és szívükbe írja azokat. És ennek következményeképpen ő lesz az Istenünk, és mi leszünk az ő népe. Ha Isten a mi Istenünk, ha az orcája velünk jön, ez nekünk elég. Ha mi az ő népe vagyunk, és ő elfogad, ez nekünk elég. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Köszönöm a gondolatot. Talán az is egy fontos kérdés, hogy az utolsó napok gondolata mit kell jelentsen számunkra, mit jelentett a tanítványok idejében, mit jelentett a zsidóságnak valamikor, de mit jelent a Biblia teljes üzenetének a fényében az utolsó napok gondolata? Én egy adventista keresztény gondolatát tudom megjeleníteni, akinek a számára a vég az igazán nem is vég, hanem kezdet. Mert azt tudjuk, azt hirdetjük, ahogyan az Úr Jézus Krisztus megígérte, hogy ennek a történelemnek, amelyben élünk, lesz egy vége. És ez az a vég, amely közeledik, és amely minden jelével azt mutatja, hogy rohamosan közeledik. Viszont ha vége lesz ennek a felvonásnak, a mullandóság felvonásának, akkor igazán elkezdődik az, amit örökké valóságnak nevezünk. Mikor az Úr Jézus eljön, az nem a vég, hanem a kezdet, és gyakorlati életünk számára igazán célt jelent. A hívő ember, a Krisztus követő ember nem a vég fele közeledik, hanem a cél fele. És ez a céltudatos élet igen izgalmas és reményteljes, úgy, ahogy hallottuk az imént. Reményteljes, mert azt az egész jövőt tartalmazza, amelyről Isten ígéreteinek a halmazát látjuk, olvassuk a Bibliában. És nem beszélve arról, hogy az apostol boldog reménységnek tartja ezt a reménységet. Úgyhogy
bibliás emberek ilyen derülátok tudunk lenni annak ellenére, amit látunk, és ami magunk körül zajlik. És ezt kívánom a kedves hallgatóknak, nézőknek is. Hogy lehet az, hogy az első keresztények az utolsó napokban gondolták magukat, és mi is 2000 évvel a kereszt eseményei után, mi is az utolsó napok eseményeibe képzeljük az életünket? 2000 év eltérésről van szó. Ahányszor Isten népe felébredt és az íge felé fordult, mindig felé lett a Krisztus várás és a Krisztus eljövetelének közelség, vagy ennek tudata. És nyilván, hogy nem véletlenül. Mert az, ahogyan Isten népe él, annak köze van ahhoz, ahogy az idő múlhat, vagy Jézus Krisztus visszatérhet. Ugyanakkor a zsidókhoz írott levélben ez a végső idő kétféleképpen jelenik meg. Egyrészt mindjárt a bevezetőben azt találjuk, hogy Isten szólt az ő profétája által sokszor és sokféleképpen, és a Károlyi fordításban meg így olvassuk, hogy ez utolsó időkben szólt nekünk fia által. Most ez itt nem feltétlen jelenti azt az első versben, hogy most már feltétlen Jézus Krisztus eljövetel előtt vagyunk. Ezt inkább úgy fogalmazhatnánk, hogy régen szólt a proféták által, és az utóbbi időkben szólt az ő fia által. Tehát nem feltétlen a parusszia, a vég, az eszkatológiáról van itt szó, a Jézus második eljöveteléről, nem feltétlenül. Erről beszél majd később a levélben, amikor azt mondja, hogy mert még egy kevés idő, és aki eljövendő, az eljön, és nem késik. Ez meg Jézus Krisztus második eljövetele. Tehát az első eljövetelét is végső időnek nevezi, tehát hogy most már ahhoz képest, ami volt, más időt élünk, egy utóbbi időkben vagyunk, de ez még nem az az idő, amelyről beszél, hogy a tizedik fejezetben, hogy aki eljövendő, az eljön. Nyilván, hogy az első keresztények ezt a két időt közelinek látták egymáshoz. Tehát az első és a második eljövetelének idejét. Mi most már 2000 év távlatából látjuk, hogy nem épp annyira közeli a kettő egymáshoz, de ezt a két végidőt jó azért megkülönböztetnünk, ahogy a zsidókhoz írott levelet olvassuk, tehát hogy hol egyikről, hol a másikról beszél, de a kettő nem ugyanaz. Próbáljuk meg a következőkben beazonosítani a zsidókhoz írt levélnek címzetjeit. Kikről is van szó igazából? A nagy zsidóságról, egy zsidó gyülekezetről, egy kisebb közösségről, olyan zsidókról, akik a ceremoniális törvényekhez még ragaszkodtak, vagy megtért zsidókról, akik keresztényekké váltak. Próbáljuk meg körbeírni azt, hogy kik is lehetnek ezek a zsidók, akikhez Pál apostol ezt az egész levelet megírja. A zsidókhoz írott levélnek tartjuk ezt a levelet, és nem véletlenül, mert nagyon sok olyan sajátossága van a levélnek, ami mutat arra, hogy a zsidóságot szólítja meg az író. Úgy, ahogy nem tudjuk pontosan az írót, a szerzőt, mert nem jelentette meg a levelében ezt, ugyanúgy nem tudjuk pontosan a címzetteket sem. Azonban mindenképpen a levél annyira tartalmas, és annyira szép, és annyira lelkesítő, ami Krisztus személyét, tanítását illeti, hogy mindenkit érint. Másfelől bizonyára egy ilyen egészséges nacionalizmus jelenik meg a szerző részéről, Pál apostol véleményem szerint ez, aki ugye a római levélben is kitér erre a nemzetével való foglalkozására, hogy félti a népének, nemzetének a lelki helyzetét. Ez megjelenik itt a zsidókhoz írott levélben mindvégig, és ez húzza alá azt, hogy igenis a zsidóknak lett írva. Most a zsidóság keretében bizonyára
Nagyon jól jött ez a levél azoknak, akik a messiási kérdés ellenfelei voltak. Meggyőző, fantasztikusan meggyőző eszmefuttatásai vannak az apostolnak, amelyek Jézus Krisztus nagyságát, szerepét, fontosságát illeti, és ezek a tényezők felébreszthették azokat, akik addig Krisztust nem tartották mesiásnak, és akik ellenfelei voltak. Másfelől pedig kiderül a levél részleteiből, hogy egy olyan réteget is célzott meg az apostol, akik zsidókból lett keresztények, akiknek már a megtérés tapasztalata elején előkerültek a bajok, a szorongattatás, a problémák, amelyek felléptek, éppen azért, mert hogy új hitet vállaltak fel, a Krisztus hitet, és mint ilyen, meghosszabbítható az üzenetnek az érvénye a mindenkori keresztényekre nézve is. Egyébként más levélben Pál apostol meg is határozza azt, hogy nem is az zsidó, aki született zsidó, hanem az, aki szívében választott, és szívében körülmetélt, ahogy nevezi Pál apostol. Úgyhogy nyugodtan elfogadhatjuk ezt a címet, hogy a zsidóknak és nekünk írt levél ez a levél. Annyit fűznék hozzá, hogy hát ugye a tartalomból kicseng az, hogy olyan zsidókról van szó elsősorban, akiknek közük volt Krisztushoz, akik elfogadták, befogadták őt, de egy adott pillanatban valamilyen okból, talán ezt majd kifejtjük a beszélgetés folyamán, elhajoltak, vagy kezdtek visszafordulni az ószövetségi elemekhez, az ószövetségi templom képhez, és abba kezdték vetni az ő reménységüket. És Pál apostol elég okot szolgáltat itt ebben a levélben arra, hogy ne térjenek vissza azokhoz, hanem Jézus Krisztusba vessék az ő reménységüket. Lássák meg azt, hogy az egész Ószövetség egy árnyékképe, egy előképe Jézus Krisztus szolgálatának, úgy messiási, mint főként főpapi szolgálatának, erről beszél itt többet. És akkor adódik a kérdés, hogy miért kerül be a kánonba? Tehát ma mi köze a keresztényeknek ehhez a dologhoz? Ugye rengeteg olyan könyv volt, ami ihletett volt az Ószövetség idő alatt is, vagy az Új Szövetségben, akár hihetjük, hogy voltak ihletett profétiai kinyilatkoztatások, de nem kerülnek bele a kánonba, azaz nem egyetemes érvényűek ezek. Márpedig az, hogy a zsidókhoz írott levél benne van a kánonban, ennek értelme kell legyen, és ennek általános és egyetemes üzenete kell, hogy legyen. És a már idézett 8. fejezet verse szerint azt kell mondanunk a 8. fejezet 10. versében, ahogy olvastuk, ez egy kulcs szövege különben az egész levélnek, és a levél megírásának a célja tulajdonképpen ez. Azt olvassuk, hogy Isten egy olyan szövetséget akar létrehozni, amelyben beírja az ő törvényét az emberi elmébe és az emberi szívbe. Most ez nem történt meg általánosan az ő egyházával. Voltak emberek, akiknek szívébe, elméjébe került ez a törvény. Ez még várat magára. Ez egy olyan isteni terv, amely nem teljesedett sem az első századi zsidó keresztény közösséggel, sem a pogán keresztény közösséggel. Ez egy isteni terv, amelyet ő ki akar vitelezni Jézus Krisztus második eljövetel előtt. Amíg ez a terv meg nem valósul, addig ennek a levélnek üzenete van. Ezt a gondolatot találjuk majd a 11. fejezetben is, ahol felsorakoztatja a zsidó hithősöket. És azt mondja, hogy de nélkülünk nem jutottak tökéletességre. Isten még valami jobbról, valami többről gondoskodik. Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Mielőtt az alapigével foglalkoznánk, és a mai témakörnek megfelelően arról beszélgetnénk, hogy milyen is volt az induló zsidóságnak, megtért keresztényé vált zsidóknak az élete, milyen kihívásai voltak, szeretném, hogyha nagy vonalakban
hogy egy néhány gondolatban, nem is feltétlenül lefedve mindegyik fontos gondolatot, de bemutatnánk a zsidókhoz írt levélben megjelenő nagyon fontos tanításokat. Még egyszer mondom, nem muszáj mindet, de egy néhányat esetleg, ami közelebb áll a meghívottakhoz, amit úgy gondoltok, hogy érdemes kihangsúlyozni, és ami lényeges, lényegbeli, amiről a következő 3 hónapban minden szerda este elmélkedni fogunk. Számomra a legfontosabb tanítása a zsidókhoz írott levélben az Úr Jézus Krisztus mesiási minőségének a megindoklása. Úgy indul a levél, hogy Jézus Krisztus a kijelentésnek a vége, úgy, hogy a teljessége, utána már nincs aki, és nincs a miért hozzon újabb kijelentést. Miután az atyák, a próféták megszólaltak, ez utóbbi időben megszólalt fia által a mindenható Isten, és ezzel teljességre juttatta a számunkra szánt kijelentést. Pál apostol hasonlítja az Úr Jézus Krisztust az angyalokkal. A Mózes szerepével, aki a nagy nemzeti hős volt a zsidók számára, a főpappal, Áronnal behozza a Melkisedek kérdést az Ószövetségből. Mindezekkel Pál apostol Jézus Krisztus felsőbbrendűségét húzza alá és indokolja meg azoknak, akik még nem értették meg annak idején. De ugyanezek az érvek ma is fantasztikusan hatni tudnak azokra, akik ezt így mérlegeljük és hasonlítgatjuk. Jézus Krisztus nagysága, szerepe a megváltásban egyedi és felsőbbrendű mindennél, ami emberi. Ez az egyik nagy tanítása a könyvnek, mint is a kereszténynek, azonban a könyvben megjelenik egy nagyon érdekes módon a nyugalom kérdése a 4. fejezetben. És ez is egy olyan nagy ívű érvelést nyer ott, amivel a viták ellenére, amik vannak keresztény teológiában, tisztán láthatjuk, hogy igazán a Jóisten nem a szombat napjáról, hanem a nyugalom tényéről tisztáz ott dolgokat, és roppant fontos meglátni ezt a különbséget, mert ha összekeverjük, akkor egy zűrzavar marad bennünk. Majd a kitartás, a hit és a hitben való kitartás témája az, ami szintén nagyon hat rám. Ez a kitartás álhatatosságot jelent Jézus Krisztus mondása szerint, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. És Pál apostol nagyon szépen és nagyon érthetően vezeti fel ezt a szükséget, ami a mindenkori hívő embernek a szüksége. Én is úgy látom, hogy a nyugalomról van itt szó. És azon túl, hogy említette a kollega, hogy egy téma bennem valahogy ez úgy rajzolódik ki, mint a fő téma. Tehát, hogy Isten az ő gyermekeit a nyugalomra akarja vezetni. Arra nyugalomra, amely abban csúcsosodik majd ki, hogy törvénye, akarata megvalósul az emberbe. Már itt megnyerheti a küzdő ember a nyugalmat, azáltal, hogy Jézus Krisztusban, mint üdvözítőbe veti az ő hitét, és ez a nyugalom annál inkább mélyül és növekszik, minél inkább az Isten akarata az emberbe valósággá válik. És ez Jézus Krisztuson keresztül történt, tehát nyilvánvalóan, hogy ugye minden könyvnek Jézus a központi szereplője, de ebben nagyon sokat beszél Jézusról. Beszél Jézus kettős szolgálatáról, messiási szolgálatáról és főpapi szolgálatáról, és mint olyanakról, amelyek mindkettő fontos az ember üdvössége tekintetében. Elkezdett valamit Jézus ezen a földön, és felmegy a mennybe, hogy azt befejezze. És beszél ő róla mindkét minőségében az ő kettős természetéről. Hogy ő
Istenként mennyire megalázkodott, és milyen hatalommal bír, és hogy emberként milyen küzdelmet vívott, milyen győzelmet hozott, és milyen példaként szolgál az ember számára. Istenként meghozza az üdvösséget, ugyanakkor emberként példa előttünk, hogy az ember kitarthasson. Például a 12. fejezet első versében azt mondja, hogy ahhoz, hogy az ember kitarthasson. Nézzen a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, aki megvetette az előtte lévő fájdalmat. Tehát a kitartásunknak egyrészt az üdvözítő nagysága, az isteni nagysága, másrészt pedig az emberi példája egy kulcs. Tehát a kettős természetében hozta el nekünk azt, amire szükségünk van, a kettős szolgálatában, a messiás és a főpapi szolgálatában, amit most végez érettünk, hozta el azt a nyugalom lehetőségét, amelyet hitáltal már most megtapasztalhatunk, de amelyre akkor jut el az ember, amikor beteljesedik az Isten akarat az emberi szívbe, illetve az egyház életében. Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Hát egy néhány percben akkor beletekinthettünk a lényegébe a zsidókhoz írt levélnek, és ezek a gondolatok valójában meg fognak jelenni a beszélgetéseink során hétről hétre. Nézzük meg akkor újból az alapigét, és egy néhány gondolatban fogalmazzuk meg ennek mondani valóját. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 36. verséből így olvastuk és olvassuk újból, mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Több gondolatot is elmondhatnánk az alapigével kapcsolatosan, de talán egy kérdés, amelyet kiragadnék, és amelyre fontos lenne válaszolni. Az Isten akaratának betöltéséhez szükség van békességes tűrésre. Olyan nehéz Istennek akarata szerint élni, hogy az talán kibírhatatlan, vagy másról van itt szó igazából, és ez egy ilyen félreértelmezett kérdés vagy gondolat, amit esetleg egy egyszeri bibliaolvasással tesz fel az ember. Kitartásról beszél ez a levél. Arról, hogy múlik az idő, Jézus még nem jött vissza. Közben megjelennek a szenvedések, külső elnyomások, ugye ismerjük, hogy a keresztényeket az első századokban milyen nehézségek illették, a honfitársaik részéről való megvetés is. Maga a múlt, amely vissza-vissza kacsint, és azt mondja az apostol, hogy türelem, kitartás pontosabban. Tehát tartsatok ki. Kezdjétek naponta újra. Azt találjuk a 3. és a 4. fejezetben, hogy ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keménytsétek a szíveteket. Tehát naponta kezd újra. Tegnapi tapasztalatod nem elég. Ma halld az ő szavát, ma fogadd be életedbe, ma lásd magad előtt újból, ma tekints újból az élő Krisztusra. És ez lehet a kitartásnak a kulcsa. Én úgy látom, a békességes tűrés gondolata nem annyira az Isten akaratával kapcsolatos, annak teljesítésével, hanem az ígérettel kapcsolatosan. Mikor azt mondjuk, hogy türelmetlenül várunk valamit, az pozitív lehet. Önmagában az a tény, hogy türelmetlenkedünk valaminek a várásában. És ilyen a keresztény. Békességes tűrésre van szükség azért, mert nem könnyű kivárni az ígéretet. Különösen a korra tekintettel. Az első korszaka a kereszténységnek egy nagyon nehéz korszak volt, mert újszerű eszme volt, valahogy idegen a világnak, az akkori világnak, és óriási kockázatot jelentett ennek a felvállalása. És ez kiviláglik a zsidókhoz írott levélből, hogy nem volt könnyű, és csak az, aki, hogy hallottuk, elhatározta, hogy kitart minden áron, csak az, akinek a türelme nem csak sima türelem, hanem
békességes törés, vagy hosszú törés, ahogy a Biblia nevezi. Csak ez a türelem tud végig kitartani. Szeretném, hogyha akkor ezt a gondolatsort, amelyet megfogalmaztatok mind a ketten, hogyha továbbvinnénk és megnéznénk, hogy szükség van-e ma még a mai modern keresztény társadalomnak, ameddig még nevezhetjük a társadalmat kereszténynek, mert már ilyen időket élünk, erre a kitartásra, erre az elhatározásra, erre a fajta odaadásra és várakozásra az ígéretek alapján. Tehát ez hogy működik napjainkban? Látjuk, hogy a zsidóság életében ez szükség volt, a korai kereszténységben nagyon sok nehézség volt az első században a keresztények életében, egy új eszmét vállaltak fel a zsidók, de ma ez hogyan működik az életünkben, ha még működik, vagy kell-e működjön? Az igaz, hogy egyre kevesebben vagyunk keresztények, úgy néz ki, világtársadalmi szempontból, viszont pont annak a mértéke szerint kellene, hogy ez a béketörés érvényesüljön, fokozódjon, képviselni a kisebbséget, a másságot mindig nehéz volt. A kereszténység most labdát kapott. Kitartás szempontjából a kereszténység nem egyébből áll manapság, mint kitartásból. Óriási erők zúdulnak a kereszténységre eszmei vonatkozásban, de gyakorlati élet vonatkozásában is. És az, aki nincs elszánva annak, hogy ő marad, az Úr mellett az elsodortatik. Ezért van a zsidóknak, a zsidókhoz írott levélben ez a felhívás egy adott pillanatban, hogy el ne sodortassunk. Köszönöm a gondolatokat. Hogyha tovább lépünk, akkor fontos megvizsgálni azt, hogy honnan indult ennek a zsidóságnak az élete, nem fizikai értelemben, hanem lelki értelemben, ennek a hitközösségnek a növekedése. A tanulmányunk úgy fogalmaz, hogy dicső kezdet, és a zsidókhoz írt levél második fejezet harmadik, negyedik verseiben így olvassuk, mi módon menekedtünk meg mi, hogyha nem törődünk így nagy üdvösséggel, amelyet miután kezdetben hirdetett az Úr azok, akik hallották, biztosítottak számunkra. Velük együtt biztonságot tévén arról, az Isten jelekkel, meg csodákkal, és sokféle erőkkel, és a Szentléleknek közlésével az ő akarata szerint. Itt egy tapasztalatot mutat be az író, ahogy megismerte ez a közösség az Úr Jézus Krisztust, miről lehet szó, mire következtetünk, illetve más részekből, hogyha behozunk gondolatokat, milyen is volt ez a kezdet a hitközösség életében. Hadd ismételjem az ígért, tehát a kérdés, hogy hogyan menekedünk meg, ha nem törődünk így nagy üdvösséggel. Tehát nagy üdvösségről van szó. Az üdvösség dolgát nagy dolognak tartották, a legnagyobb dolognak. Az, hogy egy ember üdvözül, vagy elkározik, vagy örökké él, vagy örökre elkározik, ez a legnagyobb dolog. És azt mondja, hogy ezt először Jézus Krisztus hirdette. Talán voltak közöttük olyanok, akik hallották ezt a hirdetést, talán nem. Én arra hajlok, hogy inkább nem. Mert rátér arra, hogy ezt az igét majd hirdették a tanuk, az apostolok. Tehát hallották az igét, és hirdették az igét. A zsidó közösségről van szó. Nekik elsősorban ige hirdetése, igei érvekre volt szükség. És először azt látjuk akár Pál tanításaiban, akár Péter, hogy prédikál. Kimutatja az ószövetségi írásokból Jézus Krisztust, a mesiást, mint mesiást. És utána, az ige hirdetés után jöttek a csodák. Jelek és csodák által megerősítette Isten. Ez nagyon fontos, ez a sorrend. A józan embernek, a felnőtt embernek az életében ez így kellene működjön. Hogy előbb az érv, és utána a csoda. A józan periódusaiban az egyháznak ez mindig így működött, hogy előbb az ige, tehát az ige volt az, ami meggyőzött, és utána a csodák. Azért fontos ezt kiemelnünk, mert profétikus szempontból tudjuk azt a Jelenések könyvében, hogy olyan időket fogunk élni nem sokára, amely hemzsegni fog a csodáktól. A hamis hármas szövetség, a sárkány a földből, illetve a tengerből feljövő fenne vad olyan szövetséget hoz létre,
amely a csodákkal próbálja elhitetni az emberiséget. Fontosak a csodák. Mindenképpen igen, itt is azt olvasok, és az első századi kereszténységben azt látjuk, hogy voltak csodák, és ezek valahol hiányoznak a mai kereszténységből. De az ige mindenek előtt. Tehát az ige előbb meggyőz. Az ige az, amely hirdettetett. Az igében erő van. Tulajdonképpen a csoda is. Az ige ereje által kell, hogy létrejöjjön. Tehát van olyan csoda, amely az ige ereje révén jön létre. Az ember hisz az igében, és megtörténik a csoda. És van olyan csoda, amely Sátántól jön létre, amely elhajol az igétől. És Istennek üzenete az ma a zsidókhoz írott levélen keresztül, hogyha csodát szeretnénk, előbb éljük meg azt a csodát, amely abból származik, hogy belevetjük a mi hitünket az Isten igéjébe, sőt a testet öltött igébe, az Úr Jézus Krisztusba. És utána várjuk a csodákat. Ezt a dicső kezdetet, ahogy nevezi a leckés szerkesztője, ezt Isten indította el az ő fia által, úgy, ahogy hallottuk, ő hirdette meg az üdvösségnek ezt az új korszakát, azután rábízta azokra, mint tanukra, akik közvetlen tanítványai voltak, hogy legyenek apostolai, kiküldöttjei az egész világra, ezzel az új eszmével, de nem hagyta csak emberkézbe. Nagyon érdekes, hogy itt jelenik meg a Szentléleknek a szerepe is. Egy kis vonatkozással, hogy a lélek által. Persze, hogy Isten áll a hátterében minden ilyen látványos és emberfeletti, vagy éppen földön kívüli megnyilvánulásnak, mert tényleg az, földön kívüli beleszólásról beszélünk. És ez ma azért nagyon sokat mondó, mert mi sem vagyunk magunkra. Szerény ige hirdetők, bizonságtevők, biztosak kell legyünk abban, hogy Isten lelke, akit rendelt erre az időre is az Úr, ott van, ahol megszólal az ő igéje, mert abban van az erő, a ható erő, az Istennek igéje élő és ható, mondja az apostol. Köszönöm ezeket a nagyszerű gondolatokat. Tehát azt látjuk, hogy az akkori hitközösség életében is, de a mi életünkben is van egy berobbanás, egy megértés, egy értelmi meggyőződés, ami nagyon fontos, és ez hangsúlyt kapott a válaszokból is, hogy mi értelmileg megértsük és felfogjuk elsősorban Istennek szeretetét, aztán érzelmileg, vagy a csodák útján. De nagyon érdekes az, hogy minden ember életében, vagy minden időkben megfigyelhető volt az, hogy ezután a felismerés után, ami boldogságot és örömöt hozott az ember életében, következett a nehézségek ideje, a szenvedések ideje. Vajon miért nem lehet ezeket elkerülni, vagy miért nem lehet ezek nélkül itt a Földön megélni a Krisztus követést? És így fogalmazza az apostol a zsidókhoz írt levél 10. fejezet 32. versétől, emlékezetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedés teljes küzdelmet állottatok ki. Midőn egyfelől gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. És folytatja tovább a gondolatot az apostol az ígében. Tehát mit jelentett az ők idejükben, az ők számukra ez a küzdelem, és miért elmaradhatatlan a hívő ember életében, illetve napjainkban vannak-e ilyen megtapasztalások, vagy el vannak maradva már is, hogyha igen, miért? A hit és a hit élet az mindig egy ilyen akadály sorba ütközött, mert a bűnös földünkre jellemző a hitetlenség. Abból az Istentől való eltávolodásból, amely Kainnal kezdődött, hogy elment Isten színe elől várost építeni, az ember hajlamos erre az eltávolodásra. És csak a szándékos, tudatos és felelős döntések tudják az embert közel tartani az Úrhoz, és közel tartani az ő ígéreteihez. Hogy ma mennyire időszerű ez a kérdés, az eltávolodásnak, a lehangolódásnak a veszélye, az nyilvánvaló.
Véleményem szerint egybecseng ez az írás a zsidókhoz írott levélből a Jelenések könyvével, ahol emlékezteti az Úr éppen az apostoli korszak hívőit, hogy térjenek vissza az első szeretetre. Mert van ez a hajlam, ez egy gyarlóság bennünk emberekben, hogy berobban, ahogy itt említettünk, a hit, a meggyőződés, amikor megvilágosodunk az isteni igazságról, és utána következik kisebb-nagyobb nyomások alatt következik a hanyatlás. Ez természetes, de nem normális. Azért természetes, mert van bennünk ez a hajlam. Azonban ezt a hajlamot lehet legyőzni, és ez ellen lehet építkezni, hogy úgy mondjam, valami másból. És ez a valami más, ez a kitartás az ígéreteknek újbóli felidézése, és így tovább. A szenvedések, bár egyesek számára az elhajlást hozták, az egyház zömére nézve a megerősödést hozta. Egész addig érvel az apostol, hogy azt mondja, hogy a mi testi apáink is fenyítettek, szerettük őket, és ez javunkra vált, és Isten megengedi most a mennyei atya a szenvedést, akkor tudjuk azt, hogy ez javunkra válik. És ugye arról beszél, hogy a jó időkben is szenvedtetek. Tehát emlékezzetek vissza a régi napokra, amelyeket méltányol, méltat, azokról is azt mondja, hogy szenvedtetek. Tehát nem a fizikai szenvedés hozza az elhajlást. Egyesek számára igen, de általában Isten egyháza számára a szenvedés, az üldözés nem hozott feltétlen hanyatlást, ellenkezőleg megerősödést. Akkor másban kell keresnünk az elhajlásokat. És amint említetted, egyszerűen a lustaság. Azt mondja, ne legyetek restek, így is fogalmaz. Hanem kitartással, béketűréssel vívjátok meg a harcot. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az ember minden reggel, amikor felkel, kezdje újra. Vannak dolgok, amelyeket Isten elvégzett az emberért. A nagy üdvösséget. De vannak dolgok, amelyeket Isten nem végezhet el az ember helyett. És megjelennek itt ezek az elemek, például az, hogy nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére. Ez az én döntésem, hogy időt szánok arra, hogy feltekintek rá Jézus Krisztusra. Ezt Isten nem teheti meg helyettem. Ő megtette azt, hogy kirajzolta magát előttem. Vagy előttem is, ahogy Pál apostol fogalmaz, mintha előttünk feszítetett volna meg a Krisztus, úgy rajzolódik le előttünk. Megvan ez a nagyszerű ajándék, hogy nem csak akkor, akik látták Krisztust a kereszten, láthatják őt, hanem mi is láthatjuk. És ezt viszont, hogy mi naponta feltekintsünk rá, naponta belevessük a bizalmunkat, hogy foglalkozunk az ő megerősítő igéjével, a Krisztus szemlélettel, az alárendeltséggel, hogy alárendeljük magunkat Istennek, ezt Isten nem végezheti el helyettünk. Tehát ezek azok a pontok, amelyben naponta újra kell kezdeni az embernek. A tanulmányokban hangsúly kerül erre a megerősítésre, hogy az előbbiekben elhangzott mindkettőtök részéről. A zsidókhoz írt levél 10. fejezet 19. versétől egy különleges módon, amelyről így olvasunk, mivel hogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által, azon az úton, amelyet ő szentelt nekünk új és élő útgyanánt a kárpit, azaz ő teste által, és lévén nagy papunk az Isten háza felett, járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük tiszta, a gonosz lelkiismerettől, és testük megvan mosva tiszta vízzel, tartsuk meg a reménységnek vallását, tántoríthatatlanul, mert hű az, aki ígéretet tett. Egy gyönyörű igei részt olvastunk fel, mit jelent ebben a reménység, és maradt még egy 5-6 percnyi időnk az adásidőből, szeretném, hogyha ennek az igének az elemzésével, gondolataival foglalkoznánk itt a záró szakaszban. Mit is akar közölni Pál apostol ezen az igei részen keresztül? Felhívja a figyelmünket arra, hogy az a Jézus, aki szenvedett és kitartott, akire tekinthetünk, mint szenvedőre,
az most a mennyben van. Ő most hatalmas. Ő az, aki elmondta, hogy neki adatot minden hatalom menjen is földön. Ő az, aki most a mennyei főpapként erőt ad. És arra bátorít, hogy tekintsünk rá, mint főpapra is. Kapjunk tőle erőt. Ennek a, egy párhuzamos képe a negyedik fejezetben megjelenő mennyei trón, amelyről azt mondja, hogy járuljunk bizalommal a kegyelem király trónusához. Kegyelmet nyerjünk és irgalmat találjunk alkalmas időben. Tehát amikor erre szükségünk van, akkor van ennek az alkalmas ideje. Pál apostol ajánlja az összetartozást. Ezt az összefogást, a gyülekezet összefogását, ami nem csupán emberek összefogása. Hívő-hívő mellé, hívő-hívőt támogat, mindabban, amit feltételez a feladat, a Krisztus követés, hanem utal arra is, hogy ez az összetartozás a hívők összetartozása Krisztussal. Ez a hozzávaló járulás jelenti a kulcsát annak a sikernek, amiről White Helen ír, amikor azt mondja, hogy az utolsó idők apostolai újból megvilágosodott, azaz ragyogó arccal mennek majd lélekről lélekre bizonságot tenni Krisztusról. Ez az összetartozás vele, Krisztussal és egymással, ez a végidők sikerének a titka. Nem könnyű. Elnevezézik prozelitizmusnak, különcködésnek, bárminek, de az, aki Krisztus követő, az tudja, hogy ebben össze kell tartani, össze kell fogni egymással, és vele ahhoz, hogy ez az eszme célba juthasson. Mi olyan időt élünk, amikor érvényre válik az, amit Krisztus befektetett ebbe a világba. Az ő áldozata, az ő tanítása, az ő ígéretei most a mi kezünkben vannak. Amennyiben meghirdetjük, vagy nem, lesz ennek következménye ránk nézve, vagy nem. Én végszónak azt szánnám ma, amit a Jelenések könyvében olvasok, és bennem mindig lelkesedést hoz. Tudom a te dolgaidat, a te fáradtságodat, a te tűrésedet, hogy sokat fáradoztál az én nevemért, és nem fáradtál el. Köszönöm ezeket a gondolatokat, köszönöm szépen, hogy együtt voltunk a mai beszélgetés során, és megnyitottuk, megkezdtük a zsidókhoz írt levélnek tanulmányozását. Nagyon sok gondolat csendült fel, viszont megragadott az a mondat, hogy mi egy cél felé haladunk, habár az utolsó napok eseményeit éljük meg, de nem az életünk végét lelki szempontból, habár lehet, hogy az életünket a Jóisten megengedi, hogy a következő időszakban letegyük, független attól, hogy milyen életkorúak vagyunk, látjuk a mai világban, hogy ez kiszámíthatatlan. De a lényeg az, hogy egy cél felé haladjunk, és azokat az ígéreteket, amelyeket a Jóisten tett az ő fiában, azokat megéljük, és higgyük, hogy annak van beteljesedése, és a jövőben beteljesedik. Ebben az új évben segítsen meg az Úr bennünket, hogy ez szerint a hit szerint tudjunk élni, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, a Jóisten áldását kívánom. Szeretettel, köszönjük szépen. Kedves nézőink, köszönöm Önöknek, hogy velünk tartottak ma este is. Köszönöm, hogy egész évben itt voltak, és minden szerda este együtt tanulmányozhattunk. A mai alkalommal, amikor az év vége fele közeledve még 2 napot számolunk, egy újabb tanulmánysorozatot kezdtünk el. Várom Önöket minden szerda este a következő 3 hónapban is, amikor az utolsó napok eseményeiről fogunk elmélkedni a zsidókhoz írt levél tanítása alapján. Mint láthattuk, a lelki életünkben, a zsidó közösség lelki életében is volt egy nagy indulás, egy nagy felébredés, egy megismerés, egy értelmi és egy érzelmi kirobbanás, egy meggyőződés, és ez a mi életünket is kell, hogy jellemezze. Azonban azt is láttuk, hogy az ördög nem alszik, és folyamatosan kísértésekkel próbál megtéveszteni bennünket, és eltántorítani az Úr Jézus Krisztustól.
A mi feladatunk az, hogy összetartsunk, együtt haladjunk, és ez az összetartás nem emberi erőben van, hanem az Úr Jézus Krisztus kijelentett ígéje által valósul meg a mi életünkben. Így fogalmaz Pál apostol a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 12. versétől. Annak okáért a lecsüggesztett kezeket és az ellankadt térdeket egyenesítsétek föl, és lábaitokkal egyenesen járjatok, hogy a sánta el ne hajoljon, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Segítsen meg az Úr, hogy az előttünk álló időszakban e szerint az ige szerint tudjunk élni, és folyamatosan az ő ige által felerősödjünk, felemelkedjünk, felemeljük tekintetünket, és egy szent életet tudjunk élni az előttünk álló időszakban. Így érkezzen célba a mi életünk az Úr kegyelméből. Amen.